A harmadik szem, ami most ugye itt erről a képről lemaradt, ami a homlokon van rajta, az gyakorlatilag az elmének a harmadik szeme, amivel olyan dolgokat látsz, amit a másik kettővel nem tudsz. Szia Hák, szia Mutáns, mindegy, indítom a játékot, folytatjuk, most még egy fejezet hátra van, nem tudom, meddig fog tartani. Még hát egy olyan másfél óráig elképzelhető. És újba átutaztunk egy helyre, amit még nem jöttünk rá, hogy hol van, mert még nem mondta el nekünk a játék. De az biztos, hogy a karakterünk lineárisan, hát nem tudom, hogy lehet lineárisan időbe utazni, de értsétek azt, hogy a karakterünk utazik, és nem mi utazunk az időben. Tehát ide-oda ugrálunk, helyszíneken, meg időben is, különböző helyekre is. Hát, én kicsikét elvesztettem a fonalat, az a helyzet. Szia, Zorinka! Azt sem tudom, hogy most jelenleg az Antarktiszon vagyunk-e? Ez homok lehet, vagy hó. Hát ugye van ez a fehér homok, de mivel úgy fodrozódik, mint a homok, gondolom, hogy nem hó, de aztán tudja tök. Exponenciálisan? Hát nem tudom. Na most a gyík emberek azok már teljesen eluralták itt a helyet. Ilyen emberiség előtti civilizációkat kutattak, és ők voltak ennek a hát birtokában ennek a képességnek, technológiának. Közben az elménk is kezd ugye berodjanni itt a dolgokban. Ja, mire meg közben rájöttem, még gondolkodtam egy kicsikét a játékon. Na most, ugye mi meghaltunk. Tehát olvastunk feljegyzéseket arról, hogy a karakterünk meghalt. De felélett. Valószínűleg ez az a folyamat, ami elkezdte őt repíteni térben és időben. Tehát valójában annyira beszívott, hogy K.O., viszont az elméje kilépett, és dimenzionális utazásba kezdett. És most ezt az utazást csináljuk mi, ha jól tippelek. Mert hogy máskülönben, tehát a testünk az biztos, hogy halott. Az tuti, hogy halott. Minek után elolvastuk a feljegyzéseket, hogy kísérleteztek a testünkön. Ja, valami ilyesmi. De aztán tök tudja, mert viszont a környezetünk az meg full interakcióban van velünk, tehát fel tudunk venni zseblámpát. De azt is képzelhetjük csak, hogy felveszünk egy zseblámpát, értitek? Szóval ezek ilyen nagyon deep dolgok, amikbe egy kicsikét így nehéz belegondolni. Ezt megint össze kellene törni, mi? The hallway seems like it was intentionally blocked with this ornate wall, and there are some primal writings inscribed on it. As far as I can tell, the text talks about a guardian, a formless, glistening, and reflectively iridescent black protoplasm, able to mock and reflect all forms and organs. Protoplasm, mommy? As far as I can tell, the text talks about a guardian, a formless, glistening and reflectively iridescent black protoplasm, able to. Ennyit az ősi szövegről, eltűntünk minden bizonyítékot. Na. Ősi szöveg, mit ősi szöveg, nem számít semmi. Nehéz összefoglalóan beszélni olyan dologról, amit nem ért az ember alapvetően, és hogyha valaki ezen felismerés birtokában van, mint amit most mondtam, akkor tanárként ez egy hasznos tudás. I wonder if these mummified bodies were the ones who originally built this place. Hát a mumifikálódott testek biztos nem építették ezt a helyet. A testek, amik nem mumifikálódtak, még éltükben építették a helyet maximum, de nem akarok kötözködni feltétlenül. Hopp! Ő az öreg. Úgy hívják ezt a szárnyas
cuccot, nem? Nem ez volt? Aki egy ilyen vezető istenségféle, amielőtt hajlonganak a geek emberek. Szia, Asd! Te voltál már itt valami Konárium streamben? Mert majdnem minden streamben megköszöntem, hogy köszi a játékot, mert amúgy állat. Az Elder. Ők jöttek a zűrből. Mert a geek lények honnan jöttek? Ők jöttek a zűrből, és a geek lény civilizációt felemelték, de akkor hogy hanyatlott le a geek lény civilizációt? Valami volt, valami kataklizmikus kataklizma, igaz? Igen, ez egy nem ide való dolog. Na, tegyük el szépen. Trófea. De egy ilyen fejlett civilizációt, egy olyan fejlett civilizációt, mint ezek a gyíkok, egy bármilyen pusztító világvége, hogy tud elpusztítani? Ja, hát úgy, mint egy bármilyen pusztító világvége. Jó, értem, értem. Halló? Ők a kölkök. Ő meg itt a szektavezér apuka. Szia, Gauron! Aha. Na jó, nézzük, mi ez a puzzle. Puzzle. Jó, tipre ezeknek a vonalaknak egy sorba kell lennie, de merre? Ez bármerre forgathatom. De... Oh, fuck. De miért nem lehet más királyba? Vernyau. De lehet. Ja. Engedjük el az egeret, jó? Nem? Nem? Egér? Jaj! Hú, az irányítás nem megy nekem egyelőre. Megoldom. Mindjárt megpróbálom Brute Force, már bejött. Szia, Toti! Voltál itt az valamelyik streamben? De Konárium streambe, mert a Brute Force az nekem nagy erősségem. Volt már puzzle, odaültem, megnyomkodtam, beadta, oké, hello. Nem tudom, hogy lehetséges ez matematikai, de mekkora volt a valószínűsége, de... Egyszer voltál? Akkor ban. Ez majd úgyis megy nekem. A közelben vannak jelek. Jó, rájövünk, rájövünk, hogy kell ezt forgatni. Nem tudom, van-e már rajzom. Sziasztok, Edix! Toti! Gil! Hello, hello! Gil, késtél, ban. Nem tudom, elhagytam valamit. Hú, hát már nagyon sokat kellett visszajönni. Biztos nem itt. Ja, várjunk csak. Ja, hogy ez ez. Ez ez. Azért gondolom, hogy ez nem az Antarktisz, mert mi a tökömet keresne hó egy olyan helyen, ahova nem tud beesni, mert a hó az egy olyan fajta dolog, tudjátok, hogy alapvetően elolvad, míg a homok nem, és hát mélyen a folyosok belsejébe érkeztünk már. Gyakorlatilag. És még mindig van, nem lehet hó. Miről szól a játék? Hát ezt próbáltam összedodogni az előző 5 percben, de valahogy nem jött össze. Na jó, próbáljuk meg ezt az ábrát kirakni. Jó? Tehát lefele, hát nem tudom, mik ezek a Nike, ez egy-két elcseszett Nike jel.
De akkor, ha de hogyha ez homok, akkor szerintem egyezményesen kijelenthetjük, hogy ez nem az Antarktisz. Hát szerintem én ezt ebből nem fogom tudni kirakni így hirtelen. Mert szerintem már most el vagyok csúszva BTV. Hát most nagyon erőszakosan próbálok én ebbe belelátni valamit, de nem megy. Biztos nem ez. Logikus lenne, hogy találtunk valamit, egy kör alakú cuccot, amin egy kör alakú ábra van, és akkor egy másik kör alakú cuccba kell azt a másik kör alakú ábrát beleoktrojálni. De nekem valahogy ez a kettő, ez nem összeegyeztethető. Szóval a StatX... Miről szól? A játék nem feltétlenül bőkező a történet tekintetében, illetve az, de mondd mindent. Tök rossz, hogy nem lehet megnézni egyszerre ezt, és... De nincs is másom, csak a rajzom, tehát most még a dokumentumaim sem érhetőek el. Az előző utazáskor, amikor Dr. Faustnak a házában voltunk, akkor legalább a dokumentumok, meg minden egyéb más jegyzetünk megvolt, de most azok is eltűntek. Na, várjunk csak. Akkor viszont a karakterünk most nem lineárisan utazott az időbe, hanem ez egy múltbéli esemény a mi szemszögünkből, mármint hogy mi játékosok egy múltbéli eseményt élhetünk át, nem lineárisan azzal a karakterrel, akivel eddig játszottunk. Illetve valószínűleg Frank Gilmannel, de a múltban? Vagy, nem is tudom. Kíváncsi lennék, Toti, nem Toti, Asd, hogy te mikor voltál olyan agyas, mikor összeraktad a dolgokat valójában? Pillanat, most keresek valamit közben. Így. Frankie Gilman, igen, az a karakterünk neve. Akkor próbálj meg kívülről haladni. Hát ez nem tudom a belső köre. Valószínű a belső kör, viszont akkor a külső körön 4 darab pötty kell legyen. Hát 2 darab van. Úgyhogy ez bukta. Ez eleve bukta. Akkor nem ezt kell használnunk. Az előző másfél óra a játékban arról szólt, hogy bolyongok és hülyeségeket csinálok. Belülről haladni. Tehát azt próbáltam először. 8 pötty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Ez valójában tényleg 8 pötty. Akkor ez csak ez a rajz? Hát de... Hú, bazd meg. Hogy lesz ebből egy ilyen elbaszott forma? Pirosnak felfele kell néznie. Na és ezt miből szoptad ki? Jó, hát akkor mondjuk, hogy ez fejjel lefelé van, oké? Akkor... Akkor így. Hát... Gondolom annak van valami köze hozzá, hogy ez a pipa, a szár merre fele néz. Hogyha ez... Akkor...
Amúgy nem, csak nézem, hogy what the fuck. Brute force-olok egy kicsit. Amúgy szerintem... Hát nyilván ez így nem jó, csak... Én csak azt nem értem, hogyha a kör szélétől lévő távolságot nézem, azt a sugarat, amíg ez a külső pötty eléri a körnek a szélét, az nagyjából hasonló távolság itt is, meg itt is. Tehát arra gondoltam, hogy ez a külső kör, ez itt egy négy pöttyös kis henger karika, de lófaszt, mert nem az. Ezek után nem fogom tudni kitalálni, hogy... Nem mondjad azt, hogy te ezt kitaláltad. Jó, hát mindegy, valahogy megpróbálom. Mondjuk akkor legyen úgy, hogy... Akkor... ez nem lehet következő. De ez a következő lesz, mert ehhez a ponthoz képest közelebbi másik pont nincsen. Tehát akkor... De nem, ezt nem tudom úgy beforgatni. Ez így kéne jó legyen akkor, de nem jó. Akkor viszont nem úgy van. Más, mint meg nincs ezen a szaron. Néha az az érzésem, hogy videójátékot nem fejlesztők csinálnak, baszki. Vagy én gondolkodom teljesen másként, de... Hihetetlen. For the North Face, kösz. 10 perc. Piros néz felfelé, és ez a legmagasabb pont. Jó, akkor most vesztem el végleg. Tehát ebből az ábrából hogy jön az ki, hogy a piros néz felfelé, és ez a legmagasabb pont? Ebből az ábrából. Na, nem akartam elengedni. Olyan rossz, hogy nem tudom egyszerre nézni a kettőt. Középen a felső pont a piros. Értem, hogy az a legmagasabb. És hogy teszem én azt a legmagasabbra? Hát ez nem is engedi, ez a henger. Azt, hogy ez legyen a legmagasabban. Mert hogy ez bárhogy is állítom, ez már most magasabban van, mint a piros, egy kicsit. Mert ez még engedni is, ez is engedni, ezt nem tudom más, hogy ez a középső gyűrű, ez nem engedi, hogy ha jól eltalálom, nem vándorol tovább a piros. Hát ez ki lehet, hogyha ez így működne, ez ki lehetne brute force-olni, érted? De nem.
Hogy lesz ebből a legfelső? Ez már most magasabb. Az egyik szimbólum, amely a nagykutya csillagkép alakjában jelenik meg. Mintha többször ismétlődne. Megnézem, mi volt az eredeti kőtáblán. Visszamegyek, megnézem, rohadjak meg! Amúgy nem tudom, a bot hogy indult újra. Jó, fele haladok. Tényleg? Nem vettem észre, hogy haladtam volna bármerre. Hát, az emberünk ebből a kőtáblából olvasta ki ezt. Az emberünk egy zseni. Nem tudom, hogy vette észre ebből a Nike jeleket észre. Ó, valószínűleg ez csak egy free, a Unreal Engine Store-ból egy free kőtábla, vagy nem tudom. Persze ezzel semmi baj nincs. Na most. Tehát a három pont a felső sorban az jó volt. Mikor? Volt az már mindenhogy. Na de behalúzta. Valószínűleg arról van szó amúgy. Három pont a felső sorban jó volt. Hát az már nem tudom, mikor volt. Hát ezt nem emlékszem már. És melyik a felső sor? Ez egy sor, két sor, ez három pötty. A felső két gyűrű az a három pötty. Három pont a felső sorban. Ez a legfelső sor. Vagy hát igazából az alsó is egyben. Na várjunk csak. Ez így megint félreérthető. Második gyűrű lefelé. Hát biztos nem teljesen lefelé, mert úgy nem világít. Hát egyféleképpen világít. Ja, kétféleképpen világít. Nem is. Na várjunk csak. Ez úgy világít, ahogy a szomszédjához passzol. Oké. Hát... Én csak nem értem, a logikát akarom megérteni, ez úgy működik. Tehát, hogy nem a megoldás a lényeg, hanem a logika, ahogy eljutsz a megoldáshoz. Nekem a logika kell, nem a megoldás. Szia, Vice Course! Szóval... Ebből a rajzból ki kellene azt találjam, hogy a felső pötty felfelé néz. Tehát ebből a rajzból, elismétlem, ebből a rajzból ki kellene találnom azt, hogy a felső pötty felfelé néz. Szia Linux Power, hello! Tehát, hogyha próbáljuk a logikát visszafejteni. Azt megállapítottuk, hogy annyi pötty van ezen a rajzon, ahány pötty van a kőtáblán. Hogy lesz ebből felfele néző piros pötty? Csak egyféleképpen érzem én ebbe ezt a dolgot, hogyha
elforgatom 180 fokkal ezt a rajzot. Csak nem tudom a könyvet megforgatni sajnos. Akkor viszont, amit csapasd ír, ha második gyűrű lefelé néz, tehát a leglef, ez a lefelé néz, tehát ennél jobban valami nem nézhet lefelé, akkor ez így kell álljon. De akkor hogy kell álljon ez itt? Várjunk csak. Most mondjuk úgy, hogy ez a három, hogy ez a piros pötty. Ez itt a piros pötty. 1, 2, 3. Ami világít, jó? Volt már, hogy minden világított. És mégsem volt jó. Szóval ez így, az. Aha, akkor nem kell elforgatni, mert 1, 2, 3. 1, 2, 3. És akkor lefele, a többi az lefelé áll. Így. Na most, ezt nézzük egymás mellé a kettőt. Nem tudom, hogy valószínűleg a karakterünknek szemtengely felrülése volt, vagy valami ilyesmi. Mert a rajz szerint az első három pötty a kőtábla legtetején van. Tehát 1, 2, 3 pötty, nézzétek a kőtáblának a szélét, itt ez a kontúr. Ez a leges-leges legteteje és leges-leges legszél a kőtáblának. És itt hogy van? Gyakorlatilag a belső harmadik gyűrű és a középső pötty az, ami itt a legszéle. Szóval alapvetően, hát szerintem ezt egy 4 éves szebben lemásolta volna, hogyha tudja, hogy mit kell nézni. Mert ez minden csak nem arányos. Na mindegy. Lehetséges, hogy... Na, szóval... Na. Nem kellett volna ilyen komolyan venni a feladatot. Igen, hogyha elhagyja a kört... Igen, hogyha nem lett volna meg a kőtáblának a kis széle, már oké. Akkor már könnyű a feladat. De úgy, hogy ide rajzolták ezt a pacsmagot ide körbe, teljesen félrevezető. I need something. Jó, ez itt egy nyomólap. Vagy valami ilyesmi. Nem az a baj, hogyha egy játék nem segít a megoldásban, hanem hogyha félrevezet a megoldásban. Azzal van itt a baj. Ez itt... Gondolom a Föld még... Volt a Földön ilyen kontinens mozgás. És még, hát nagyon-nagyon nem mozogtak át, ez szerintem itt Dél-Amerika, egybe van nőve még az Antarktisszal, Észak-Amerika, Európa, Ázsia, hát India? Nem is tudom, hogy ez itt, ez mi ez. Szia North Face, bocsi emiatt a kis házsártoskodás miatt a játékkal. I need something. Ez általában amúgy elemző a csatornán, én elemző szemmel igyekszem nézni ezeket a dolgokat, és hogyha az elemző szememet valami félrevezeti, akkor morcossá válok nagyon gyorsan. Miről szól a játék? Linux Power, hú, ez olyan, mint hogyha megkérdeznéd, hogy miről szól a most akarok valami nagyon mély filmet mondani, ami egy csomó ilyen izébe benne van. Láttátok a Identity című filmet? Mi volt az? Az is valami furcsaságról szólt. De most lehet, hogy biztos van jobb példa is erre, de most konkrétan ez jutott nekem eszembe. Mi a története? Hát ez az. Ez az. Mi a története? Nem tudom. De tudom, hát ezt nem lehet csak úgy elmondani gyorsan 2 percbe. Most már próbáltam összefoglalni a stream elején, de nem nagyon sikerült. Kellene valami, amit meg tudom fogni.
Nem vagy itt új? Akkor már megszoktad, hogy itt házsártoskodás megy. Na, például az Inception. Na, miről szól az Inception? Hát, tudom, miről szól. Itt van az agyamba, de hogy mondjam el neked így fél perc, hogy kurva gyorsan. Tömören, kulcsszavakkal tudnám jellemezni a játékot. Ember előtti civilizációk, földön túli, testen túli utazás, 4-20, űrlények, gyíklények, Cthulhu, Antarktisz. Az ember határainak tágítása, fizikai korlátok nélkül. Időbeli és térbeli utazás az elméddel. Ilyesmikről. Ja. Mi? De várjunk csak, ez nem egy nyomólap. I need something. Mi az, hogy szükségem van valamire? Fizetős játék, és ez a harmadik stream, tehát durván a 7. órája játszom. Mire lehet szüksége? Most egy kicsit olyanba fordult át a játék, hogy a karakterünk tudja, csak nem mondja el a játékosnak. Egész eddig ugye arról szólt a játék, hogy a karakterünknek az emlékeit kellett darabkákban összeszedni, illetve nem csak az emlékeit, hanem a karakterünk történetét gyűjtögettük és fejtegettük, hogy hogyan és miként jutott el oda, ahova, mi történt ott, ahol. És most itt vagyunk valahol, ami egyrészt nem tudjuk, hogy hol van, másrészt meg, hogy mikor, csak azt sejtjük, hogy kivel, de most, mint hogyha a karakterünk mindent tudna, de a játékos nem tud semmit, ennél fogva nem köti az a játékos órára, hogy mi az a faszom, ami kell. Mi? Nincsen semmi mozgatható, na várjunk csak. Egy kicsit jobban meg kellene nézni a tárgyakat, mert ugye amelyik tárgyra nem nézek rá, az a tárgy nem emelődik ki. Kicsit jobban át kellene nézni ezt, hogyha az egy nyomólap a világító tábla körül. Világító tábla. Ja, tudom, a csillagképes tábla. Nézzük. Világító tábla körül. Fú, nagyon nézi a harmadik szemével a Mr. Geek. Nem tud ez a lézer minket megbántani? Jött a streamelek? 3 éve. Durván. 2017. április. Május. A világító tábla körül. Megvan. Nagyszerű, köszi. Hát, ez ilyeneket nyugodtan elszpoilerezhetitek, mert annak semmi értelme nincsen, hogy fél órán keresztül mászkálok fel alá, mire megtaláljam, vagy elmondjátok, hogy hol van, és akkor nem kell megkeresni. Mert ez nem egy logikai feladvány része volt, csak vegyem észre. Aha, tehát ez a fény most helyeket világít meg a Földön. Amúgy beleállok és nem takarom el. Nem baj. Hát ez gyakorlatilag az év tízezredekkel. Év százezredekkel? Nem tudom, hogy mi... Hát valószínűleg inkább lehetséges, hogy milliókról is szó lehet. Az a baj, nem vagyok amúgy történelmileg, de leginkább ez nem történelem, ez inkább földtan, vagy nem is tudom, minek mondjam. Nem vagyok annyira képbe, hogy a kontinensek mikor nézhettek így ki, nem bírom képzelni, millió év. Millió rózsaszál. I finally found it. This mural is depicting the continents in the middle... Jurassic era, I believe. This is marvelous, as well as overwhelming. The light from the device is obviously showing the locations of the ancient conariums.
Yes, it definitely is so. For I've known two of these places. Sierra Gorg. Petroglyphs in the secret halls beneath the Khafre's pyramid. But they all had gone now. Even their ruins had been crumbled under the waves of human cruelty and the merciless time. But this lowermost landmass is what we call Antarctica today. Mm-hmm. It is most probable that the structure that holds the Cornarium is mostly enduring still today. Így találták meg az antarktiszi konáriumot. Értem. Tehát akkor 5 darab ilyen volt lényegében. Jó. Lehet ezzel még valamit csinálni. Nem nagyon. Jó, mindegy, menjünk vissza. Hát ha betriggerlünk valamit, ha visszamegyünk. Mondjuk teljesen. This place immediately. Okay, menjünk. Megint? Jaj, mi a fasz az? De baj, tudunk, nyomjuk a shiftet, nem gáz. Na hát ez kurvára cink. Mi a pecsöm ez? Kicsit olyasmi volt, mint egy ilyen gólem izé. Te, bazd meg, és megint itt vagyunk az Antarktisz kutató állomása. Jó, van, alakul ez. It's stuck. It won't open. It's stuck. Megint egy kicsit máshogy néz ki ez a hely. Ez a mi szobánk. Az jó. Mit fogok látni ebben a tükörben most? What happened to me? Nem mozog a szánk. This is the price we must pay for our transgressions. The price to be paid for breaking away from the limits of mortal flesh and delving into arcana of consciousness that few have trod. What the hell is going on? You are naive for suppressing our truest aspirations. Such earthly fear of improbability detached you from our absolute purpose. Buzz meg. I definitely lost my mind. Ez az a furcsa hang, amit már említett Faust is, ahogy mint hogyha valaki más beszélne, és nem Frank. Persze, kérdez, hogy ne? Hogy ne kérdezhetnél? Uha, nincs meg a 60 FPS. Megint itt vannak ezek az ötszögletű kövek. Hoppá, valami csáp. Csipcsáp. Amúgy alapvetően kurva jól néz ki a játék, mindig. Amúgy szerintem látszódnak a szakaszok, ahogy a játék készült, mert biztos, hogy benne, hogy nem egy évvel dobták össze.
És mint nagyon sok indie projekt, ez is szakaszosan készülhetett, mert területről területre új ötletek kerülnek bele, mint hogyha néha hagyták volna állni a projektet, és újult erővel folytatták volna. Hát, Aragorn, van benne minden. Mond a világok különböző ötvözetei. Na, ő Faust, azt hiszem. Huha. Oh God, what has happened to him? Dr. Faust, can you hear me? Are you all right? Yes. I can scarcely hear you. How terrific is the price of a single glimpse behind the veil of nature. Frank, we've sought to escape from the tedium and limitations of waking reality into beckoning vistas of fabled avenues of other dimensions. But did it work? Or was all in vain for us to begin with? I lost my sight and I cannot feel my legs anymore. Our bodies are falling apart under such alien sensations of this accursed device we used to open forbidden doors of time and space. And I feel every part of my body is failing fast. Hát, Dr. Faust alámerült a dolgoknak. I have no power within me to resist my downward course now. So you have to move on. There is no other way. Reach the ancient Conarium and shed your deteriorated skin. Elves consume some of this. It will ease your pain. But eventually you will end up like me. And I'm such small... Dr. Faust! Dr. Faust! He is dead. Hát, nem, annyira nem kecsegtető a jövő, ami ránk vár, de nézzétek, Dr. Faustnak is van egy ilyen órája, ami nekem, és mi mindig nem tudjuk, hogy mire jó az a kibaszott óra, ami az eleje óta nálunk van. Várjunk csak. Megvan minden naplónk. Aha. Így van. Tehát akkor, amit az előbb láttunk, ott a sivatagi helyszínen, akkor az minden bizonyal egy sivatagi helyszín volt, és biztos, hogy nem antartiszi. Az gyakorlatilag az egy visszaemlékezés volt a játékosnak, és nem a karakterünk által. És ugye elindultunk itt a antartiszi barlangrendszerben, ami ugye nem szabadna, hogy ilyen meleg és ilyen növénydús legyen, ugye? Erre is próbáltak rájönni a kutatók, hogy ilyen fauna itt van, ugye ez igazából szinte lehetetlen a föld alatt. És ugye a kutatócsoport elveszett tagjait kerestük, nagy nehezen felvettük a kapcsolatot Dr. Fausttal, ő volt ugye a vezető doki, ennek az egész agyrémnek a megszállottja legfőképpen, és most megtaláltuk végre. A Conarium által kibocsátott speciális energiát méri, ami mutassa az utat. Na ne basz, tényleg? És ezt te honnan tudtad? Mert hogy nekünk ezt addig a játék még semmilyen jegyzetben nem írta. Vagy csak kurvára nem vettem észre a jegyzetet. Hát de folyamatosan megy. Tehát ez megállás nélkül megy. Nem csinálok semmit, és megy a mutató. Tehát, hogy az utat biztos nem mér. És akkor Faust most megbízott minket, hogy fejezzük be, amit ő elkezdett, azt a, hogy is hívják ott.
Mindjárt mondom, North Face, ablak elkapással. Hát, de próbáld ki nyugodtan a böngésző plugint. És rájössz, hogy nem fogod tudni rendesen használni. Jó, az egy puzzle lesz. Hopp! Kaptunk egy teljesítményt. De egész eddig nem működtek a teljesítmények. Jó, én ezt most egy kicsit logikusabbnak tartom, itt a totem oszlopok elrendezését illetően. Ó, de nem van, furcsa kis FPS dropjaink vannak, ilyet nem, még nem találkoztunk a játékban, ez most maximum grafikán van amúgy. És hát OpenGL render. Jó, akkor ez a középső cucc, hát ez olyan, mint megint valami furcsa ember alak, ilyen dagi. Mindegy. Furcsa sejtésem van ezzel kapcsolatban. Ez egy kő. Ez is egy kő. Mi az ott a távolban? Érdekes, hogy csak az világít át a ködön. Ezt nem lehet szétütni baltával? Gondolom, hogy nem. Szóval mindegyik ilyenhez tartozik egy pár másik fajta oszlop, kivéve ehhez az egyhez. Jó, mindegy, próbáljuk meg azt, hogy nevezzük ki Aha. Jó, ez lesz az, így lesz ez, jó. Akkor a tetejét kell nézni, nem ezt a másik oszlopot, mert ezen a másik oszlopon kerestem ezt a mintát, de nem találtam meg. Jó, a tüzecskéhez mi tartozik? A nap. Napocska. Aztán van itt a vonalka, kiskarika, kacsacsőr vonalka. Ez egy ilyen háromszöges. Ez. Hát ez miattok volt ez a furcsa glitch hang. Glitch hangulat van. Hát ez meg egy... Nem is tudom mi. De megtaláljuk. Az jó irányba áll? Oké. Okay. Ez meg ez a kotta forma. Így. És akkor most kell megnyomni a gombot. Valamit elcsesztem volna? Lehet. Nézzük át még egyszer. Szóval ez... Ez biztos. Jó. Egyet kihagytam? Lehet. Lehet, ez biztos megvolt. De mi ez a furcsa hang? Nem tudom melyiket, de mindjárt rájövök. Ja, bocs, rosszat nézek. Ez. Oké. Aztán itt van ez. Ezt hagytam ki amúgy.
Valami kicsit bugol, glitchel, de mond. Ezt hagytam ki. Na, meg egy ilyen sminktükör. Na. Hát ez meg hova világít? Gondolom, irányba kellene lőni, mi? De nekem ez a gólem, ez nagyon furcsa itt. Nézzétek már meg, ez itt kiszabadul. Vége a világnak. Én ezt nem biztos, hogy akarom. Na, abba az irányba. Mert be kell zárni a kört. Nem a kört kell bezárni. Már nincs csak lehetséges, hogy ide kell lelőni ám. Arra tudok még gondolni. Hát, nem pont középen van. De lehetséges, hogy ide kell lelőni. Nézzük meg. Hát... nem. Kijelenthetjük, hogy nem. Akkor gyanítom, nem bezárni kell a kört. Nincsen még egy ilyen... Ja, csak oda kellett menni. Aha, értem. Hogy a fény elinduljon, oda kellett állni a kőoszlop mellé. Jó, érdekes fény ez. Ajaj. Nekem rossz előérzetem van. Ja, bazd meg. Azt a kurva. Elindult a gólem! Milyen állat volt, hogy bekapcsolt? Bazd meg! Lehet a ragork. Nem kiüti az ajtót, kinyílt neki az ajtó. Illetve... nekem nyílt ki az ajtó. Kövessem a kővel. Ó, oh, tényleg nálam van a kő! Jó, azt tegnap óta elfelejtettem. Mondjuk azért várhattál volna egy kicsikét még. Te kösz. Akkor ne, igazából nekem kell mennem. Ő nem is jön. Ide be se tud jönni.
Hát átjutottunk. Most sajnáljuk Dr. Faustot, hogy ezt nem láthatja a saját szemével? Emlék. De ha belegondoltok, lehet, hogy még egy természetfeletti utazásba lehet éppen most részesül. Hát a lelki szemeivel ezt még láthatja, hát ő most téridő kontinuumban van. Húha. Ha valaki magyarázatot tud adni erre, a Superman, bazd meg. Dematerializálódtunk. Azt csáposak lettünk! Nézzétek a kis új közi kis uszonyt! Ez igen! Ez igen. Big Gates. Alfasz meg. Hát nem lettem okosabb. Várjunk csak, ezzel sem magyarázott meg semmit. Térére utazáson vettünk részt, vagy lehetett csak tér, és gyíkemberként élettünk újra. Na de, az meg ez nekem nagyon sok kérdést felvet. Valószínűleg lenne háttértanulmány, amivel tisztában kellene lenni, hogy mi a faszomat láttunk, mert hogy a... igen, azt, ez pont ez az, amit mondok, hogy biztos van valami, amit tudnunk kellene, mint tudatlan fasz, konkrétan én, aki ezekkel a témákkal, ezt én aztán egyáltalán nem vagyok jártos, tehát próbálj válaszolni, mert én ezekben nem vagyok járatos. Ez a játékhoz előképzettség kell, én úgy érzem, mert én nem vágom a 420-at, nem vágom Cthulhut, nem vágom a gyík embereket, a reptiliánokat, amik ugyanazok, az ilyen testen kívüli élményekben részesítő tudományokat igazából így mindig távolra elkerültem. Ez a játék több novellájának az összemosása egyébként. Igen, ezt már beszéltük. Hat óra 32 perc. Végül is jobb, mint az, amit olvasgattam, ilyen 8 órákat. Ó, elhagytunk 6 trófeát, 2 titkot, 1 emléket, megfigyelt emlékek 17/18, el lehetett misszelni emlékeket. Megtalált dokumentum 19/25. Igen, én kicsit több magyarázatra és több kapcsolatra lettem volna kíváncsi, én mint ilyen tanulatlan nem tanultság kérdés amúgy alapvetően, hanem
hanem... Hát, tehát aki ebben a témában egyáltalán nem járatos a játék, semmire nem ad magyarázatot. Szóval az Eldereknél kezdődik, a Földre jöttek, mert képesek voltak az űrutazás a hajók nélkül, igen, ahol aztán berendezkedtek. Ezután segítettek a gyík embereknek, igen. Igen, ez eddig oké. Okay. De itt jön a csavar, ajaj. Nekem az a baj, lexikális tudásom, semmi. Memóriám okán se. Vágó Pisti mondta amúgy, és maximálisan egyetértek ezzel, hogy a lexikális tudás semmi, hogyha rossz a memóriád, akkor a lexikális tudásod gyakorlatilag alaptalan, hiszen nem tudsz megjegyezni dolgokat. Tehát szinte egyenesen összefügg a jó memóriával a lexikális tudás. Most bármi ismeretanyagom most volt a témában, azt úgyis elfelejtettem, és valószínűleg el is fogom. Szóval tovább fejlődtek, és már nem voltak képesek az űrutazásra, ezért más megoldást próbáltak keresni az űrutazás, per tovább vándorlásra. Na várjunk csak, hogyha egy nép tovább fejlődik, akkor hogy veszíti el képességét az űrutazásra? Hát én egy kicsit több magyarázatot vártam volna a játéktól az eseményekre. Nagyon sajnálom, hogy így lett vége, hogy semmi. Szia, Zali! Igen, lekéstél. Játék befejezése túlvilági utazó. Mert hogy alapvetően több befejezése volt a játéknak. Értem most. Csalódottnak tűnök kicsit, igen. Kevés magyarázatot adott a játék, előképzettség nélkül, előismeretek nélkül nem nyújt igazi élményt a sztori, az a bajom. Amúgy jó volt a játék, beszéljünk a jó oldalairól. A puzzle-ok jók voltak benne, keveset segített a játék, ami amúgy alapvetően imponált. Volt, amikor rosszul segített a játék, az nem tetszett, de ilyen csak egy-két alkalommal volt, amikor gyakorlatilag a segítség inkább félrevezetett. Most éppen a mai streamben amúgy, de az előző két streamben nem. Szerintem igazából egész jó, logikus puzzle-ök voltak. A végére talán egy kicsikét lehetett érezni, hogy puzzle-ök tekintetében a csapatnak kezdett elfogyni az ihlete és a türelme a játék készítését illetően. Ez érződött amúgy. A látványvilág az viszont ugye fokozatosan javult, és javult egyre jobb lett, mint hogyha tényleg megálltak volna néha pihenni, csak azt nem értem, hogy akkor miért. A látványvilág az, nem, ez mondjuk a két ellentétes dolog. A látványvilág az folyamatosan javult, és javult, egyre szebb lett, egyre kidolgozottabb, és én egyre jobban élveztem, amit látok a monitoron. Viszont a puzzle-ök azok egyre rosszabbak lettek, de lehetséges, hogy én is fáradtam közben. Bár nem gondolom, hiszen én is tartottam szüneteket, úgyhogy fene tudja. A játék, hogyha a sound design-t nézzük, kidolgozott volt, a vége felé éreztem itt is már egy ilyen furcsaságot. Nagyon sokáig ismétlődött egy bizonyos hang. Ebben lementünk a barlangba, nagyon jó felvételeket készítettek a barlangi zajokról. Kő, súrlódás, omlás, kis ilyen barlang hangok, tudjátok, amik ilyen beazonosíthatatlan irányú, beazonosíthatatlan forrású hangok. Nagyon
érdekes volt egy olyan 3 órán keresztül a barlangban ezeket a hangokat hallani, mert nem ismétlődött olyan gyakran, hogy az zavaró legyen. Viszont de aztán elkezdett zavaróan sokat ismétlődni mégiscsak. Tehát egy olyan 3 óráig oké volt, majd itt a legvégén még mindig ugyanazokat a hangokat hallottam, és így már jó van, így már de ami hangokat készítettek, azok nagyon jók voltak, de ott volt például egy példa a kidolgozatlan hangokra, amikor mentünk le lifttel. Egy ilyen kőliftet képzeljétek el, ami egy kő aknában egy kőlift megy le, és akkor tök olyan volt a hangja, mint amikor a stúdióban húzzák a köveket egymáson, és akkor ilyen nem tudtam összeegyeztetni az 1 tonnás kőliftnek a hangját azzal, hogy 2 pici követ egymáson surlottatnak, hogy mondják, ezt súrolják, és akkor azt felveszik mikrofonnal. Nem passzolt össze a kettő, de amúgy végig jó volt ilyen szempontból. A játék hangulata, az első része a bázison való bolyongás, összerakni a képet, a sztorit, hogy mi lett a csapattal, kicsikét földhöz ragadtabb volt. A játék első egyharmada, osszuk 3 részre, nagyjából, ahogy a streamekben játszottunk vele, az első egyharmada a játéknak szerintem nagyon jó volt, mert tényleg földhöz ragadt volt. Én nem volt még ez a nagyon elme-térire utazás történet bennem. Ez alapvetően a játék erről szólt, csak ugye fel kellett építeni valamennyire, vagy egészen addig, hogy eljuthassunk. Én ezt már múltkor is többször is említettem a téli tájakhoz, illetve a hideghez, meg a hóhoz való vonzódásomat. Én nagyon szeretem az ilyen témájú játékokat, ilyen környezetű játékokat, mert a téma nem feltétlenül az volt, hogy tél, meg hogy Antarktisz, de az ilyen környezetű játékokat én nagyon szeretem, meg amúgy ilyenrel is. És tök jól adta azt a magadra utaltság, magányos hangulatot, érzést, amit amúgy közvetíteni is kellett, jó volt, egyszerűen jó volt. És egészen addig, amíg nem ment el tényleg ebbe a... De hát erről szólt a játék, tehát el kellett menjen a reptiliános, téridőkontinuumos elmével, testedből kilépős, utazásos irányba, addig igazából tök jó volt. De hát, ja, a vége már csak erről szólt. És volt egy törés bennem a játékot illetően, az előző streamnek úgy, hát, majdnem a vége felé, mikor jött egy NPC, és megölt. Én egy játékban egyetlen egy, sőt, hát igazából gyakorlatilag 2 NPC tudott megölni. Nem értem, hogy ez miért volt rá szükség. Egy játékban, ami bolyongasz 4 órán keresztül, 5 órán keresztül, sétaszimulátorban mész, egyik folyosóról a másikra, egyik szobából a másikra, egyik tárgyat veszel fel egyik puzzle megoldásához. És egyszer csak jön egy látomás, ami feléleszt 2 látomás NPC-t, és megöl a látomás NPC, és akkor ha nagy nehezen kikerülöd őket, akkor tovább futsz, feléled még pár látomás NPC, és azok megölhetnek, és mondja, ja azok nem tudnak megölni, vagy hát hogy mondjam, és akkor mondja a karakter, ja hát ez csak látomás volt, igen, de és akkor az előbb érölt meg? Vagy hogy? És szívinfarktust kaptunk? Vagy mi a tök? Mire volt való az óra? Igen. Mi volt az a robot? Találkoztunk egy robottal, ami úgy mutatkozott be, a mi nevünkön mutatkozott be, Frank Gilman nevével. Az a robot is valószínűleg arról van szó, hogy előismereteket igényel. Egy olyan robot, ami arra volt való, hogy egy halott ember agyát használja válaszadásra. Gyakorlatilag egy gép, amiben beleteszed egy embernek az agyát, és akkor az ő, hát én úgy értelmeztem a jegyzetekből, hogy nem feltétlenül az emlékeit, de legalább az intelligenciáját ugye hasznosítani tudja, és az alapján válaszol. A robotfej az elején nem szerepelt többet a játékban, és nem kapott semmilyen értelmet. Én nagyon vártam, hogy az egy visszatérő elem lesz. A konáriumban lemásolták az agyadat, digitalizálták elvileg. Hát igen, én ezt értem, csak én abba bíztam, hogy annak még lesz bármi jelentősége. Tök hidegrázós volt belegondolni abba a részbe, amikor a robot, megkérdeztük a robottól, hogy
hogy hol vannak a többiek, ugye a kutatócsoportnak a többi tagja, és akkor azt válaszolta a robot, hogy itt vannak. És akkor így ilyen, ugye van egy kis reakcióidő a robotnak a válaszadás előtt. Itt vannak. És így, micsoda, őket keressük 2 órája, és itt vannak, és végigfutott a hátamon a hideg. És ennek végül is nem lett semmi jelentősége. Szóval egy csomó olyan szálon, és csomó olyan érzésen elindított a játék, amiből végül is nem lett semmi. Ettől függetlenül jó, csak én értem, hogy egy indi csapatról van szó. Támogatni kell, támogatni kell az ilyen kis megmozdulásokat. Láttátok a stáblistát, gyakorlatilag hát egy fél perc alatt végig pörgött, és tudom, hogy nem szabad sokat kívánni, de én ezt a játékot eljátszottam volna kibontva egy 20 órában, de tényleg, én sajnáltam, hogy ez ilyen rövid. Tehát ezeket a szálakat, ezeket az érzéseket, amiket elindítottak bennem, igazán kifejthették volna több irányból is. És azt fejtegetni, hogy a karakterünk most él, vagy meghalt már, most a tudatunk repked valahol, vagy a testünk tényleg fizikailag sétálgat a folyosókon. Ezek olyan gondolatok voltak, amikkel nagyon jó volt eljátszadozni, csak előbb-utóbb értelmetlenné vált ezen gondolkodni, mert a játék nem is afelé haladt, hogy ezt megválaszolja. És másfele vittem én el az én gondolataimban a játékot, mint ahova valójában kiukadt. Faust mi halt meg? Hát a Faust azt mondta, hogy ez volt a büntetése, amiért, ez az embereknek a büntetése, amiért kíváncsiak, röviden, kíváncsiak a hát így a földön túli élet irányába, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam én ezt meg. Nem ismerem ezeket a Lovecraft cuccokat. Nem olvastam egyet se, semmilyen szinten, érintőlegesen sem, nem tudok róluk. Értem azt. Én nagyon sajnálom, hogy nekem ez így kimaradt eddig, mert maga a játék amúgy tök jó, de lehet, hogy ez a játék ez úgy lenne igazán jó, hogyha meghagyott volna egy csomó, mert meghagyott egy csomó kérdést, csak úgy hagyott meg kérdéseket, hogy tudom, hogy van rá válasz. Mert tudom, hogy kell hozzá előismeret. Ez a sok... Ez a Lovecraft izé. Én nem akarok belegondolni, hogy ezekre van válasz. Most biztos, aki ismeri ezeket a történeteket, hülyén hallgatja ezt. Hülyének néze miatt. Én, mint egy egyszerű játékos, aki most találkozik először, csalódott. Értem azt. Én nagyon szerettem ennek a játéknak azt az aspektusát, hogy ismeretlen, félelem az ismeretlentől aspektus. Ez egy sok játékban visszatérő mozzanat, félelem az ismeretlentől. Egy általános emberi reakció. És ez a játék nagyon jól használta ezt, játszott ezzel az érzéssel. Nagyon jól csinálta. Nem is akarok mindenre választ tudni, csak más az, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy tényeket mutatott a játék, mint például, amikor kiléptünk gyíkemberként abból a burokból, az egy tény, hogy kiléptünk gyíkemberként a burokból. Talán elégedettebb lennék akkor, hogyha nem lépünk ki gyíkemberként a burokból. Mert akkor hova utaztunk? Egy csomó mindent be tudok helyettesíteni. Tehát, ha meg lett volna ez a galaxis utazós kis animáció a végén, ott van a csillagkép, így elhúzódik, és akkor valami Millennium Falcon megy a izébe, térbe, animáció, és akkor vége, és akkor főcím.
az úgy nekem például szimpatikusabb lett volna, mert bármit behelyettesíthetek. Elutazott a karakterünk. Elutazott a tudat. Bárhova. Értem, hogy de most adott egy konkrétumot, hogy a gyík emberekhez utazott, és gyík ember testbe léptünk ki egy burokból. És ezt már nem fejtegeti tovább. Érted, Nick Venoxki, amit mondok. Hogyha ezt még fejtegette volna tovább, ha lett volna még ott egy fejezete a játéknak, hogy gyíkemberként valamit tudunk csinálni a nem tudom, reptiliánuszon. Ez hülyén hangzik, reptiliánusz. A bolygón, ahol a reptiliánok laknak, lakoznak, akkor egy csomó másik kérdés nyitva hagyhatott volna. Hát jó van. Jó van, nem baj, mindegy, erről nagyon sokáig lehetne beszélgetni, mert nyilván nem véletlenül íródtak novellák erről a dologról. Tehát, hogyha valamiről novellákat lehet írni, többet, akkor az azt jelenti, hogy itt rengeteg kérdést lehet felvetni, és nagyon sok választ lehet nem megválaszolni. Hát hogy ne írhatnál azt? Hát beszélgetünk most már nincsen spoiler, vége van a játéknak, bármit írhatsz. Hát miért ne írhatnál? Ne viccelj már. Olvastam igen azt, hogy a végén te hozzájuk utaztál vissza a Jura korba, tehát gyakorlatilag időutaztunk. Tehát nem csak térbe, hanem időbe is arrébb tette a testünket, illetve nem a testünket, pont hogy a tudatunkat tette időben és térben arrébb. Ha felkérnek se nevezzel bolygók, dehogy nem, egy nagy világi troll leszek. Sectus 5. Az a Sectus 5. holdja. Jaj. Igen, végigvittem közben, így van. Hát, de amúgy mindenképp jó érzésekkel fogok visszaemlékezni a játékra, mert amúgy, de tényleg amúgy tetszett nagyon sok szempontból. Felsoroltam. A történetvezetés jó volt amúgy. A 80%-ig. A játék 80%-áig. És rövid volt amúgy talán. Ez a 6 óra 32 perc, gondoljatok bele. 6 óra 32 percben, úgyhogy a játékos még bolyong, meg keresgél, meg gyűjtöget. 6 óra 32 percben mit lehet elmesélni egy ekkora mondavilágról? Vagy hát nem is mondavilág ez feltétlenül, de egy ekkora... Hát de gyakorlatilag az. Jön Steamre. A három kvantik játék. Ne szopass már, bazd meg. Megvettem kibaszott Epicen a Detroitot, mert azt írták, hogy soha nem fog. Ó, jó, Istenem, már kifizettem a Detroitért a pénzt. Szíven szúrom magamat. Ez, ó, bazd meg. És ott volt... Hivatalos bejelentés volt, hogy exkluzív örökre, így. Johnny Walkerzal érdekes volt. Refoundolni nem lehet. Még nem játszottam vele sokat, de már rég megvettem. Az a baj. Április, májusban vettem a Detroitot. Slime úr. Azért nem kapkodok, mert van egy csomó időnk még varjorbozni. Na nézzük, mi ez a Broken Sword. Jó, ismerős. Jaj. Ezt szerintem kihagyom, köszönöm. Nekem ez is egy olyan széria, ami kimaradt. És ez a point and click sose volt nagyon. Még május van. Ja, tényleg. Akkor márciusban. Akkor márciusban. Tényleg május van még. Nem tudom, miért május mondtam. Márciusban vettem.
Szóval ezt követően pedig kiderül, hogy az egy év alatt mindent tanult kultúrát, művészeteket ismerkedett a korszakkal, nem állj, még egyszer próbálják ezt a mondatot összerakni. Ja, bocs, ennek van egy előzménye. Bocsi? Igen, mert a novella arra szólt, ha jól emlékszem, a gazdaságtan tanár kapcsolatba lépett egy kicsi konárium géppel, hasonló, mint a játék elején, de ez persze egy tudatlan szemszögéből írja le. És majd egy évig teljesen más személyisége lesz az úriembernek, aztán egyszer csak magához tér. Ezt követően pedig kiderül, hogy az egy év alatt minden tanult kultúrát, művészeteket, ismerkedett a korszakkal. És a főszereplő pedig, amikor visszatér fura álmairól, mesél fura elder-szelű lényekről, akkor még nem ismerjük az eldereket. Érdekes. Lehetne egy kicsikét földhöz ragadtabb. Nekem ez sok már. Én elismerem azokat, hát én megértem azokat, akiknek ez tetszik. Ez tényleg nagyon elrugaszkodottám. Ez kurvára elvont. Ez már túl elvont. Vannak ugye határok. Tehát a játék erényei attól még nem változnak, persze. És köszönöm szépen azt a giftet, mert hát élményekkel azért gyarapodtam mindenképp. Tényleg jó volt, Zoli. Hogyha nagyon bírod az ilyen elvont dolgokat, és még hogyha nem ismered ezeket a Lovecraft novellákat, de meg akarod ismerni, hát talán egy kellően jó betekintés lehet. Mondom én ezt úgy, hogy nem ismerem, és hogyha fogékony lennék az ilyen elvont baromságokra, akkor lehetséges, hogy elkezdene érdekelni. De azért ez már tényleg sok. De amúgy fantázia az kellett hozzá. Elismerem. Azt elismerem. Ez nem játék, ahogy alapvetően, Zoli. 1910-es évek környékén írta az író. Annyira nem elrugaszkodott? Nem. Tehát amikor van egy növény, amit beszipuzol, és akkor testén kívüli utazásba kezdesz. Mondom még egyszer. Tehát szerinted nem elrugaszkodott az, amikor egy növényt beszipuzol, egy testén kívüli utazásba kezdesz a gyíkemberek földjére, az nem elrugaszkodott? De! Az kurvára! Ez nagyon elrugaszkodott. Nekem ez elmond. De amúgy jó mutatta be a játék, jó? Nem akarom nagyon sokáig dumálásra tölteni az időt. Hát lehet el kellene mennem szünetre, csak hogy meglegyen a kerete ennek az egésznek. Szerintem azért úgy nagyjából kibeszéltük. Van még ezután valami? Azt azért nézzük meg. Hát, mentsük el, bár nagyon sok elmenteni való nincsen rajta. Egy dolgot sajnálok, a Linuxos verzió, mert hogy Linuxon lehet játszani, hashtag, kurvára nem számolta a teljesítményeket, szóval de három teljesítményt kaptam meg, és szerintem ennél sokkal többet kellett volna. Provide electricity to the base. Hát igen, azt megcsináltuk, ez biztos. Get on the submarine, ezt is megcsináltuk. Ez így kimaradt. Reach the final level, azt is megcsináltuk. Hát sajnos a progresshez kötődő teljesítmények valahogy nem volt meg. Nem a port tette azt, csak egy halucinogén volt. Ha nem elég, a kanárium gép a lényeg. Én azt is értem. Csak jó van, most na, a kanárium gép volt az, de mindegy, elvont. Már csak a kanárium gép is, ha kimondjuk azt. Mondjuk azért is érdekes az, mert például a játék nagyon sokáig a növényre összpontosított. És a növénnyel azonosította az utazás tényét. Vagy csak én értelmeztem félre a jegyzeteket?
Lehet nem voltak teljesek a részek, de teljesek voltak. Hát Johnny Walker, Zoli, befejeztük a játékot, hát elejétől a végig játszottuk, és egyik progresszhez kötődő teljesítményt sem kaptuk meg. És hogyha azt mondom, hogy Solve the Radio Room Puzzle, és mi ezt megcsináltuk 100%-osan, és mégse kaptam meg, ez egy bug. Ezt nem lehet mással magyarázni. De nem baj, véget ért a Konárium, megnéztük, jó volt, összességében tetszett. Köszönöm szépen a lehetőséget, elmegyek egy kis szünetre, szia Zoli, és jövök vissza, akkor elvarjorbozgatjuk a hátra lévő időt. Daxolon, hali-hali. Na, örülök, Daxolon. Én elismerem azt, aki ennek úgymond, na, ilyen szektársa, vagy hogy mondjam. Na, majd jövök. Majd mindjárt.